Az vagy, amit megeszel, ez az állítás igaz azért a sportolókra is, de vajon egy profi focista étrendjébe belefér-e a pacal vagy a vörösbor? A mai szándékos kezelés témája a sporttáplálkozás, ehhez pedig egy igazán autentikus szakértőt sikerült beszélgetőtársnak behívni, a Miskolci Egyetem egészségtudományi karának egyetemi docensét, dr. Fitz Pétert. Nem vagy varázsló, vagy tenyér Jós, de hogyha eléd áll három nagyjából különböző alkatú focista, akkor meg tudod róluk mondani, hogy melyikük él, vagy táplálkozik egészségesen, és hogy mi lenne a teendő? Hát így 17-18 év tapasztalattal vannak sejtéseim már, de igazság szerint ebben a szubjektív megítélésben nem nagyon hiszek. Én a műszerek és a számok világában élek, úgyhogy azért szeretek egy objektivitást mellé tenni. Hogyha mondjuk egy ilyen helyzetbe kerülsz, akkor hamarabb is szeretsz ránézni az adatokra, mint szemteszttel megvizsgálni valakit? Hát ez nagyjából egy időpontban történik, bár vannak nyilván olyan adatok, amelyeket hamarabb be tudunk kérni tőlük, laborvizsgálati adatok, de a testösszetételre vonatkozó adatokat, paramétereket az gyakorlatilag egy vizualizációval egybekötve tudom összerakni, hiszen a műszeres vizsgálatnál azért látnunk kell őket. Egyszerűsítsük le nagyon a helyzetet, hogyha a három közül a legrosszabb állapotban lévővel elkezdesz foglalkozni, akkor mennyi idő után érhet el mondjuk szignifikáns javulást? Igen, ez egy olyan kérdés, hogyha nagyon bulvárosan akarok válaszolni, akkor azt mondom, hogy a három legrosszabb, vagy a harmadik legrosszabbal, ha elkezdek foglalkozni, akkor abból nagyon gyorsan a legjobb lesz, de hát nyilván nem így van. Ez nagyon függ a pillanatnyi állapotától, függ a kor előzményeitől, de hogyha egy odafigyelés történik, ami nyilván, hogy mi a terelgetés vagyunk, és talán a feszesebb kontroll tud eredményt hozni, de alapvetően a döntés az ő fejébe kell megszülessen. Hogyha ez megvan, akkor akár 4-5 hét alatt is csodákat el lehet érni. Igen, itt említetted azt, hogy a döntés az ő fejében kell, hogy megszülessen. Biztosan lebukik az egyébként, aki nem feltétlenül tartja ezeket a dolgokat? Hát én azt hiszem, hogyha tényleg az élsportról beszélgetünk most kiemelten a top sportolókról, ott azért nagyon gyorsan változhatnak az eredmények. Ugye egy extra terhelésről beszélünk, hiszen azért a top sport nem feltétlen az egészségről szól. Az a terhelés, az a dinamizmus, az a nagyon leszűkült restitúciós idő, amivel ők rendelkeznek. Itt minden egyéb kiegészítőnek, vagy a teljesítményfokozásnak bármilyen területét nézzük, hatalmas szerepe van. Nyilván ebbe a táplálkozás is egy szelet ebbe a tortában, úgyhogy valóban, hogyha ő odafigyel, akkor azt nagyon szépen lehet nyomon követni, hogyha bejön, akkor van egy érdekes pszichés megnyilvánulás. Alapvetően, hogyha bejön, és még mielőtt rá a gépre, és megmérjük, már érződik az a 3-4 mondatban, amikor magyarázkodik, hogy igen, itt ez most nem feltétlenül sikerült. Családi születésnap volt? Vagy? Valami mindig. Azért, mert. Tehát ugye okok, indokok, kifogások, ezek úgy topzódnak az első pár percbe. Hát aki ismer, azt tudja, hogy igazán ezeken nem szoktam foglalkozni. Tudom, hogy ezt nem lehet meghatározni százalékos arányokban, ez majdnem egészen biztosan én kimerem jelenteni, anélkül, hogy szakértő jelennék a területnek. De hogyha mégis a jelentőségét akarjuk meghatározni annak, hogy mondjuk az alvás, pihenés, a táplálkozás, a felkészültség, az edzésmunka és az edzésterv, az hogyan viszonyul egymáshoz, akkor ebben a relációban hol van a táplálkozás? Hát hogyha ugye most minden szentnek, és ezt nem folytatnám, akkor azt mondanám, hogy nyilván a mi szeletünk a legnagyobb, de ez így nem így van. Nagyon sportág függő, nagyon egyén és személyiség függő, ha belegondolunk. Egy nagyon fontos alap, ez biztos. És ugye ezt minél korábban elkezdjük családi szinten, klub szinten magunkban színni ezt, hogy rendszeresség. Mi az, hogy bioritmus? Mi az, hogy annak megfelelés? És nem kényszerből, és nem azért, mert a szülők mondják, hogy 11-kor kapcsolt ki a gépet és feküdj le, hanem azért, mert elmagyarázom neki, hogy miért fontos az alvás, akkor ki fogja kapcsolni és le fog feküdni, vagy miért fontos a délutáni siesta, vagy sorolhatnám. Ez a táplálkozáshoz tartozik egyébként? Ez részben a táplálkozáshoz tartozik, hiszen a táplálkozás az, hogy alszunk, ott nem szűnik meg, tehát ott nagyon-nagyon fontos folyamatok zajlanak. Nyilván ez igaz a sporttudomány részére is, hiszen ott is a felépítő és a lebontó folyamatoknak nagyon nagy jelentősége van. Alapvetően a regenerációnak egy nagyon fontos területe az, hogy alszunk, az, hogy alszunk. Nem csak az,
hogy mennyit alszunk, hanem hogy azt a mennyiséget, amit alszok, azt próbálja minél nagyobb számban, nagyobb arányban, minőségben eltölteni. Mondtad, hogy egyébként is az adatoknak a híve vagy itt az alvással kapcsolatban, és most már elképzelhetetlen mondjuk profi sportoló alvásdiagnosztika nélkül? Célszerű. Célszerű. Nyilván, hogyha valakinek minőségi alvása van, azt jelenti, hogy nagyon gyorsan álomra hajtja a fejét, és jó minőségben tud aludni, és pihenten ébred, akkor ez elég feedback ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy igen, ő feltételezhetően rendben van. Milyen frissességgel ébred, milyen gyorsan tud magához térni, ez egy nagyon jó indikátor. Ahol problémák vannak, ott viszont szakemberhez kell fordulni. Akkor itt elválasztjuk egymástól a profi és az amatőr sportot, vagy inkább azt mondom, hogy a civil létet és a sportolói létet. Minden esetben ez kell, hogy különbözzen ez a kettő egymástól? Tehát másképp kell, hogy étkezzen egy civil, mint egy sportoló, vagy elképzelhető az, hogy mondjuk egy civil étrenddel valaki eredményes, vagy akár profi sportoló lehet? Nagyon-nagyon jó a kérdés. Sokat szoktam vitatkozni szakmán belül is. Mondhatnám azt, hogy nincs olyan zöld-fehér biokémia. Hanem a biokémia az mindenkire ugyanúgy hat és vonatkozik, viszont teljesen más ingerek érik az élsportolót, teljesen más millióban dolgozik, és ugye azt tudjuk, hogy a külső ingerek, a belső ingerek, mint pszichés terhelés is ugyanúgy hat az étkezésre és a táplálkozásra. Azok a terhelések, amelyek az élsportolókat jellemzik, azokat mondjuk egy rekreációs céllal végzett sporttevékenységet végző társadalmi rétegnek, klientúrának, nem javasoljuk, hiszen az nem feltétlen az ő egészségét szolgálja, de az élsportolóknak ez a munkája, tehát ez a munkakör, ez a munkája, ott a célokat nem ő saját maga fogalmazza ki meg elsősorban, hanem az egész klub. És ezeknek meg kell felelni, és nincs más, egy hatalmas verseny van. Ebbe a versenybe kell nekünk beleállni, és ezt a versenyhez kapcsolódó teljesítményfokozást kell, nyilván legális eszközökkel segítsük. De ez minden esetben lemondásokat jelent egy sportoló részéről? Mert szerintem ezzel kapcsolatban azért elég sok tévhit él az emberekben. Tehát, hogy ha te sportoló vagy, akkor nem ehetsz popcornt. Én azt mondom, hogy ha szakemberek felügyelik, már pedig azért szerencsés egyébként, egyre szerencsésebb az élsport, mert hogy egyre több jó szakember van, mindenféle területen, ugye, hát már a teljesítményfokozásnál nem csak mi vagyunk, hanem alapvetően ott van az edző, az edzéstudomány, a sporttudomány, de gyorsan ide behozom a pszichológiát is, a sportpszichológiát, ami ugyanolyan nagyon fontos terület. Ha ilyen profi körülmények között dolgozik valaki, akkor azt gondolom, hogy könnyebben betarthatóak a megengedések is. Míg hogyha nem egy profi környezet van, hanem a Dr. Google és barátai, akkor elképzelhető, hogy sokkal komolyabban egy amatőr belemegy szélsőséges irányzatokba, ami jóval nagyobb kárt okoz, mint azoknál a sportolóknál, ahol mi ott vagyunk a háttérben, és tudjuk őket terelgetni. Nyilván én is szembesülök olyan versenyzőkkel, aki azt mondja, hogy hát bocs, nekem ez van, és kész. Én ebben hiszek, és kész. Akkor ott van az a pont, amikor el kell engedni, és akkor csináld. De itt megint a klub kérdés is, és az egész menedzsment kérdése is, ezt neki mennyire engedik. És nagyon fontos kihangsúlyozni itt a családi szerepet. Tehát, hogy ezek a versenyzők, amikor még kicsinek oda jönnek hozzánk, családdal érkeznek, edzővel érkeznek természetesen. Hát és nem magukra főznek meg. És ez egy nagy családi projekt. Ez egy nagy családi projekt, és ebből, hogyha ügyesek vagyunk, akkor alapvetően a család is profitál, hiszen hogyha ő megcsinálja és megtanulja, mi az, hogy egy humuszt hogy kell megcsinálni, egy csicseri borsókrémet, és az miért fontos és mikor, akkor hát azt ő is fogyasztja. Tehát nincs olyan, hogy ezt most csak te fogyaszthatod, mert te vízilabdás vagy, és te nem fogyaszthatod, mert te anyuka vagy, hanem mikor, hol, milyen mennyiségben is. Én azt látom, hogy ebbe is elég komoly eredményeket tudunk elérni, sőt, igazság szerint, hogyha az egyik testvér elkezdi, akkor a mintakövetés alapján a másik testvér is ezt fogja követni. Akkor maradjunk ezen a vonalon, nagyon örülök, hogy említetted a humuszt például, hogyha azt nézzük, akkor mik azok az élelmiszerek, amik főleg itt az elmúlt években váltak, ugye lehet olvasni szuper élelmiszerekről például, mint a chiamag, vagy egy csomó olyan dolog, amiről mondjuk bevallom én, 6-7 éve nem biztos, hogy hallottam egyáltalán. Igen. Most pedig mondjuk nekem is a napi étrendemnek a része. Vannak ilyen szuper felfedezések minden, miközben ezek organikus táplálékok? Vannak szuper felfedezések, vannak folyamatosan újra felkapott dolgok, tehát van, ami már lecsengett, és akkor 15 év múlva újra felfedezzük. Ezek azért közöttünk mozognak. Nyilván, hogy sokkal könnyebben hozzájutunk olyan élelmiszer típusokhoz és csoportokhoz is, ami mondjuk 20 éve nem.
Ez is biztos. Többet tudunk róluk olvasni. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy most már a vásárlói szokások átmennek tudatos vásárlói szokásokban, ami nagyon jó dolog. Én szoktam nézni, hogy ugye nem csak árcímke alapján vásárolunk, hanem most már megnézzük az összetevőket is, ami nagyon jó dolog, hogy mit is tartalmaz. Nagyon jó, hogyha utána tudunk olyan platformokhoz, fórumokhoz fordulni, ahol meg tudunk esetleg kérdéseket föltenni, ahol nem egy üzleti alapon történik a válasz, hanem tényleg tudományosan tudjuk ezt utána magunkévá tenni. Visszatérve a kérdésre, igen, vannak szuperfoodok, vannak divatos szuperfoodok, nem kell félni tőle, mert próbáljuk ki, és vannak olyan elfeledett dolgok, amik egyébként megvoltak 100-200 éve is. Valószínűleg az élelmiszeripar, a feldolgozóipar hatására ezek egy picit háttérbe szorultak. Látok ilyet, ami most jön újra be. Visszatérve a csillamokhoz, ez is egy nagyon jó történet. Nyilván én mindig azt szoktam mondani, amikor fölírok valamit, vagy beszélgetünk, akkor én szeretek mögé menni. Ugyanúgy az adatok mögé is. Most az, hogy kinyomtatunk valamit, és odarakom, na tessék, akkor most ez jött ki, és egyébként jó vagy rossz. Ezzel azt hiszem, hogy mire leír a rendelőből, már sok minden nem fog emlékezni. Ha mögé megyek a számoknak, vagy mögé megyek egy élelmiszer összetétel megmagyarázásnak, akkor igen, akkor tudatos lesz, akkor megmarad benne. Tudja, hogy az a szám micsoda, tudja, hogy a csillamok miért és miért fontos, és esetleg mikor fogyasszuk, mi az, hogy rost, mi az, hogy a zsírsav, vagy milyen összetétele van, tehát hogy ezeket el kell magyarázni úgy, hogy ő megértse. Van olyan egyébként, akár gyümölcsből, akár zöldségből, ami ki nem maradhatna az általad megírt étrendből? Jó kérdés. Alapvetően én a gyümölcsöknél ugye... Mondd az gyümölcs típust is. Rostokat okay. Szoktam kiemelni. Tehát alapvetően én egy nagyon rostmániás vagyok. Tehát gyümölcsöknél, zöldségeknél, gabonaféléknél én a rostot és a rostnak a hasznosítását és a fontosságát szoktam kiemelni mindig. De például egy nagyon érdekes dolog, amikor a C-vitaminról beszélünk, hogy milyen magas a C-vitamin tartalma ennek, annak a narancsnak, stb., akkor mindig ki szoktam emelni, hogy igen, de van egy, megint csak egy elfeledett dolog, a petrezselyem. Tehát ezt oké, levesbe belefőzzük, és akkor valaki kidobja, valaki megeszi. Mondjuk azért C-vitamin hőhatására ugye azért rendesen változik, de ott van például nyersen. Milyen jó az, amikor azt beleszeljük valami kelhető krémre, vagy túróhoz, vagy bármihez hozzárakjuk, de nyersen nyugodtan levesbe is bele lehet utána tenni. Nagyon magas a C-vitamin tartalma, ami háromszoros az a narancsénak, és ezt így nem tudjuk, vagy hát elfeledjük. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amihez vissza kell nyúlni, vissza kell térni, és hogyha mondjuk petrezselyemnél maradunk, az nem is nagyon pénzkérdés. Most nem tudom, hogy mellé mász-e, a feleségemmel állandó vita van ebben köztünk, hogy érdemes-e kívülről, tehát mondjuk C-vitamin tablettákat, vagy egyéb vitaminokat enni, vagy ezek mind bevihetők gyümölcsökön, vagy zöldségeken keresztül. Miután válaszoltál, elmondom, hogy én melyik oldalon állok. Jó, tehát hogy ne befolyásold a válaszomat, így van, nagyon korrekt. Az igazság, hogy nagyon változó. Nagyon változó, nagyon sok tanulmányt olvasunk ezzel kapcsolatban. Ugye amikor az ember megtanulja, hogy egy adott gyümölcsnek, zöldségnek milyen az összetétele, milyen a vitamintartalma, azért ez nagyon változó. Mikor születelték, hol születelték, éppen milyen volt az időjárás, és stb. Stb. De a kiwi az nem minden esetben magas C-vitamintartalmú? A kiwi az minden esetben magas C-vitamintartalmú, egyébként nem. A másik, hogy pont, hogy a C-vitaminra utalunk, akkor a C-vitaminnak az, hogy mennyi ideig marad meg a gyümölcsben, az egy nagyon érdekes kérdés. Szobahőmérsékleten nagyon-nagyon gyorsan változik a C-vitamin tartalom egyébként. Tehát, hogyha hazahozzuk a gyümölcsöt, kint hagyjuk a konyhapulton. Oké, de amikor hazahozzuk, akkor az mennyire friss? Tehát amikor mi megvesszük, az mennyire friss. Amikor oda kerül egy kiwi, vagy egy déli gyümölcs, amikor, mert hogyha leszedem és mondjuk egy héten belül elfogyasztom, akkor magas a C-vitamin tartalma. Na de jó, de hát a leszedéstől számítva, hogyha valaki nekem pontosan megmondja, hogy amikor én megeszem, hány nap telt el, akkor igazán ezt a gyümölcsöt ne a C-vitamin tartalom miatt fogyasszuk. Egy másik kérdés a tartósítás. Mert az, hogy friss gyümölcsöt eszek, azzal nem feltétlen tudom bevinni azt a vitamintartalmat, amire én gondolok. A tartósítás egy másik kérdés, különböző tartósító módszerek különböző mértékben roncsolják, vagy csökkentik az adott gyümölcs vagy zöldségnek a például a vitamintartalmát. Ezt tudjuk. Aszalás hűtőben tartani. Igen, igen. A legjobb módszer az a gyors fogyasztás. Még innentől kezdve. És hogyha egy éves szinten egy kiegyensúlyozott gyümölcsből, hangsúlyozom, történő mondjuk vitaminpótlást szeretnék, akkor ez egy nagyon jó módszer, hogy a fagyasztott gyümölcsök irányába megyek. Természetesen, amikor tudom, hogy van magyar
hazai szezonális gyümölcs, akkor az. Viszont azt minél kisebb láncolaton keresztül vásároljuk meg, erre legjobb a piac, vagy hogyha megengedjük magunknak, akkor a kert vége. És akkor rendben van. De azt akkor ne tároljuk, hanem együk meg minél gyorsabban. Fogyasztott gyümölcs, ez egy másik kérdés, kivesszük, elkészítjük rengeteg fajtaképpen, túlsításként, és akkor megehető. Szerintem rájöttél, hogy én inkább a gyümölcs oldalán álltam, de maximálisan elfogadom ezt. Étrendkiegészítő nélkül, tehát és akkor maradunk ezen a vonalon, lehet-e valaki profi focista mondjuk? Étrendkiegészítő nélkül azt gondolom, hogy nehéz. Nehéz. Tehát, hogy okosan, folyamatos labor ellenőrzésekkel. Ezt sem lehet pótolni akkor másfajta táplálékokkal. Nem tudjuk olyan mennyiségben, amekkora szükséglet van most már. Azért meg kell nézni az edzések számát. És nem csak az edzések számát, hanem az edzés módszereket és az edzés módszerek által leadott intenzitást. Még egyszer, az, hogy a pihenőidőkkel hogy játszunk, tehát olyan terhelés írja a szervezetet, olyan sokk írja a szervezetet, ami nyilván fontos az adaptációhoz, és ez ugye folyamatos, hiszen ez az edzés lényege, de azért ne felejtsük el, hogy ehhez muníció is kell. És azt a muníciót, hogyha meghatározzuk mennyiségekben, azt élelmiszer formájában nagyon nehéz bevinni, nagyon nehézkes bevinni, ráadásul egy idő után borzalmasan unalmas lesz. És lehet, hogy pont a mennyiség utána már egy kicsit a minőség rovására megy. De ez itt nem megy abba az irányba, vagy pont amit említette, hogy unalmas lesz, hogy kicsit ez válik unalmassá, hogy emiatt lesz egy kicsit egyhangú a táplálkozás, hogy nekem mindig ugyanazt kell belekevernem a turmixba, meg ugyanazt kell elfogyasztanom. Hát én azt hiszem, hogy itt jön ennek a szakmának a művészete, hogy ez ne így legyen. Tehát, hogy folyamatosan meg kell újuljunk. De ez így hétről hétre, és ehhez egyébként nagyon-nagyon sok információt és ötletet adnak a versenyzők, akik azért elég kreatívak tudnak lenni, mert hogyha unja, akkor az egyik verzió a legrosszabb, hogy akkor nem csinálja, a másik, hogy elkezd kreatívoskodni, és én szoktam hagyni anyukáknak is. Azért meg kell nézni, hogy azt az utánpótláskorú generációt, akik ugye az iskola mellett választják az élsportot, nem helyett, mellett, azért ezeknek a gyerkőcöknek és fiatal felnőtteknek az életét összerakni, főleg nagyvárosban élőknél, hát az egy külön művészet. Sokszor azt látom, hogy az egyik szülő szinte fel is kell adja a munkáját, vagy a munkájának egy bizonyos részét, mert egy nagyvárosban most Budapesten ülünk, és számos más nagyvárosból is jönnek versenyzőink, azért ott órák telnek el logisztikai kérdésekkel. Vagy nézzük meg mondjuk az úszó problématikáját, akik hajnalba felkelnek, és örül, ha beír első órára, de akkor még hova fér bele a táplálkozás. Vagy éppen a hetedik óra végén már neki ugrania kéne be a rajtkőről, de még nem is evett, vagy ha evett, az nem megfelelő minőség, amit az iskolában esetleg elfogyasztott volna, bevinni nem biztos, hogy be lehet, melegíteni nem biztos, hogy lehet, különböző jogszabályok miatt és engedélyek miatt. Tehát itt nehezedik a dolog, és akkor marad az a sufni tuning, hogy akkor a szülő oda megy autóba. Ki tudja engedni? Minden szülő meg tudja engedni? Az iskola előtt várja járó motorral, és egyébként a meleg étellel bent a hátsülésen. Szóval ezek ilyen idilisztikus dolgok, tehát ilyenkor nekünk is rugalmasnak kell lenni, és ilyenkor esetleg jön az, hogy lehet valamivel pótolni, és akkor a vacsora esetleg, amely egy hangsúlyosabb részt kap. Alkalmazkodnunk kell. Tehát én elmondom azt, hogy milyen fontos az ebéd, és akkor pont és vége a beszélgetésnek, ezzel én semmit nem tudtam neki adni. Mert hogy nem tudja megoldani, vagy nem tudja olyan minőségben megoldani, tehát nekünk el kell magyarázni azt, hogy és mit. Mennyivel edzés előtt, edzés közben, míg közvetlen edzés után fél órával, amit ezek alapszabályok, de nagyon figyelembe kell venni azt, hogy neki van egy meghatározott bioritmusa. Itt többször kiemelted a környezetet, elsősorban a családod, de itt például az úszó gyermekek iskolába járása kapcsán is ez felmerült. Nekem az jutott eszembe még ezzel kapcsolatban, hogy a környezet olyan szempontból is borzasztó fontos, hogyha azt látja a gyermek az iskolában, hogy ő megengedheti magának, hogy a nem tudom milyen szendvicset egye, meg egyébként most az már említett igen, példánál igen. Ő vehet mondjuk popcornt a moziban, igen. Akkor az előbb-utóbb egy elég lélekölő dolog, és akkor még nem beszéltünk arról, ami felnőtt korban jön, hogy a születésnapi bulin miért ne ihatna ő is egy pálinkát az ünnepelt egészségére. Igen. Hát, hogyha most sportágakat kéne mondja, én nem fogok, mert nem négy szem közt beszélgetünk, azért vannak olyan sportágak, ahol, hogy is mondjam, a versenyzők egy picit megengedőbbek, ilyen születésnapi bulin, mondjuk a tüzes vízzel kapcsolatban. De félretéve a tréfát, én azt mondom, hogy a táplálkozást úgy kell beállítani,
hogy beleférjen a rugalmasság, és beleférjen az, amikor egy picit a lelkünket, az agyunkat, az éhségközpontokat simogatjuk. És azért az étellel lehet. Az ízekkel lehet. Tehát az, hogyha elmegyünk egy monoton irányba, azt hiszem az a 90-es évek, ez a csirkelés kategória. Tehát azért nem itt tartunk. Nem itt tartunk. Tehát, hogy remélem a beszélgetés nem elriasztó lesz, hanem pont inkább a színesség irányába megy. Ez a mi felelősségünk is, hogy ne az legyen, hogy két hónap után azt mondja, jó, akkor ezt becsuktam, és akkor vége, én ezt nem csinálom tovább. Na, ez pont, én azt látom, hogy azoknál fordul inkább elő, akik nem keresnek fel szakembereket, hanem tudjuk, hogy mindenféle sztárdiéták vannak, meg nekem sikerült, akkor neked is fog. Ez egy teljesen torz dolog, hiszen mindenki más. Adott kalóriamennyiségű ételt is másképpen hasznosítunk, ezért nem hiszek a teljes kalóriaszámolásokban. Tehát akkor nincs olyan, hogy megvan egy focistákra kialakított általános étrend, és akkor ezt copy-paste-tel küldöd a... Nincs. Alapvetően ugye van egy olyan irányzat, ami a mondat felé igaz, hogy sportág specifikus. Uh-huh. Tehát a fociban is, hogyha és tényleg arra bontjuk le, van kapus, van ez az. Középpályás, így csatár. Van. Ezért nem hiszek a sportás specifikus táplálkozásba, amikor azt mondják, hogy vannak a labdarúgók, meg vannak a labdajátékosok, kézilabda, kosárlabda, röplabda. Hát hogy lehetne sportás specifikussá tenni ezeket a helyzeteket? Biztos látott már nagyon sok mindenki vízilabdacentert, meg mondjuk egy szélsőt vagy egy kapust. Azért mondom, mert talán testösszetételben ebbe a sportában van a legnagyobb differencia posztokat. Nem, mondjuk, de nézzük a kézilabdát, igen, mondjuk így van, ugye a Bencét, ha megnézzük, akkor azért nem feltétlenül egy ilyen 70 kilós valaki van előttünk, és egy dinamikus szélső. De a labdarúgásban is ez gyönyörűen elkülönül, szignifikánsan elkülönülnek ezek a pozíciók, posztok, és tovább megyek, én ezekbe hiszek, és ezen belül is. Nem lehet azt mondani, hogy standardizálom a szélsőt, mert akkor az egyéni adottságokat veszem el. Nem lehet azt mondani, hogy back-e standardizálok, mert lehet valamilyen szinten, tehát már sokkal előrébb vagyok, mint a sportás specifikumban gondolkodom, de ezen belül is az egyéniséget kell, a személyiséget. Valakinek a személyiség alapján, ha azt én fölismerem, és megfogom, és el tudom vele fogadtatni, hogy én vele vagyok, és érte vagyok, akkor az ő személyiségén keresztül tudom formálni. És akkor tényleg gyönyörű eredményeket tudunk elérni. Szándékosan most olyan sportolót mondok, aki nem a te praxisodban van, de akkor Szalai Attilának másképp kell táplálkoznia, mint Kerkez Milosnak. Egészen biztosan. Mindenkinek más a hasznosítása. Tehát még egy nagyon fizimiskára ránézése hasonló két ember is, teljesen sportáktól függetlenül mondom is, máshogy fog viszonyulni a dolgokhoz. Egyrészt van egy egyénisége. Van egy olyan közösség az emésztő rendszerében, ami majd meghatározza azt, hogy ő hogy reagál egyes élelmiszerekre. Lehetnek betegségtípusok is, amely mögötte van, és emiatt ugye differenciálni kell. Tehát számos olyan dolog van, vagy például nagyon egyszerűt mondok, nem menjünk ide, nem szeretem. Tehát ezzel én mondhatom neki, hogy mennyire fontos a brok. Igen, azért mondtam, betegségtípusok rendben. Igen, de sokkal egyszerűbb az, hogy azt mondom, hogy ez azért fontos, mert stb. És talán lehet, hogy az elémeket van kérdezni, egyáltalán szereted, de akkor nem mondom el ennek a líráját hozzá. Szóval, hogy ezek, és ez mind differenciál. Ehhez persze vannak alapvetések és standardek, mondjuk egy edzés közbeni visszapótlás, töltések, az aminosavaknak a szerepe, a funkciója, ott lehet azt mondani, hogy gyerekadag, felnőtt adag, vagy testtől meg kilogrammonként számolva, ez sokkal korrektebb egyébként, mert ez már legalább specifikus, de ezen kívül az egész étrendre vonatkozóan nagy standardekben nem hiszek. Én több mint 20 éve most már dolgozom sportújságíróként, és találkozom rendszeresen sportolókkal, focistákkal is. És van egy általános trend, amit én magamnak már megfogalmaztam, de még soha nem kérdeztem meg szakembert, úgyhogy most ki is használom ezt a lehetőséget. Igaz-e az, hogy ahogy haladunk előre a korral, tehát most a 2000-es évek elejéhez képest, folyamatosan egyre szálkásabbak és vékonyabbak a sportolók. Valóban van egy testösszetételbeli változás. Igen. Az, hogy szálkásabbak, nagyobb izomtömeggel rendelkeznek. Hát én amikor például Gianluigi Buffonnal találkoztam még pályafutásának viszonylag a kezdetén, és találkoztam az utolsó éveiben, amikor már ugye 40 fölött is védett, hát az arccsontjait nem láttam fiatalon, míg mondjuk amikor 40 évesen védett, akkor azt láttam, hogy
csont és bőr. Ebben az esetben lehet azért az életkor előhaladása is már befolyásolja, de... ez egyébként ugye, bocsánat, Ronaldo esetében, meg azoknál a futballistáknál például megfigyelhető szerintem, akiknek nagyon kinyúlik a pályafutása. Igen, igen, igen. Hát hogyha egy tudatos odafigyeléssel minél korábban elkezdjük, akkor ugye ennek a sporttáplálkozásnak az egyik nagyon fontos üzenete, hogy hogy tudjuk azt a sportkarriert, ami egyébként nem hosszú, kitolni, hiszen értékes. Kitolni. Hát, relatív, mert most már azért az a 23-24 év sem elképzelhetetlen profi szinten. Nem elképzelhetetlen, csak meg kell nézni, hogy mondjuk 17-18 évesen hányan hagyják abba. Tehát hihetetlen nagy lemorzsolódás van, vagy 20 évesen. Sokak azért, mert egyszerűen, és ez inkább már pedagógia, pszichológiai megedzés elmélet, hogy túl gyorsan akartunk specifikumokat bele, és a táplálkozásnál is azért nem gondolom, hogy egy 10 éves gyereknek egy fix kotta szerint kell az életét élni. Ez is sporták függő nyilván. Tehát nyilván teljesen más egy szertornász közeg, meg mondjuk más egy kajakos közeg. De teljesen más alapvetően egy egyéni sportoló, mint egy csapat sportoló. Tehát a táplálkozásnál is. Hiszen a csapatnak a teljesítményét sokkal több minden határozza meg, mint amikor azt mondjuk, hogy egyéni sportoló. Bár elég sokszor a beszélgetéseknél, amikor leülünk, akkor én azt szoktam mondani a vízilabdásainknak nagyon sokszor, hogy alapvetően ez jó, hogy csapatsportág, de ez mégiscsak egy egyéni történet. Igen, itt most kicsit visszacsatlakozva, tényleg a legmagasabb szintre, és azért itt most tényleg arról érdemes beszélni. Azoknál az egyesületeknél, és itt majdnem teljesen függetlenül sportáktól, ahol azért tényleg van pénz paripa, és lehet erre időt, energiát fordítani, hogy erre nagyon-nagyon komoly gondot fordítsanak. Ott hogyan fordulhat elő az, hogy olyan különbségek vannak, mint amilyen, nem tudom, hogy például Romelu Lukaku esete az mennyire van előtted, aki soha nem volt olyan jó formában, mint az Internél, amikor az ottani táplálkozástudományi szakember kezdett el vele foglalkozni. Több helyen lenyilatkozta, hogy az az étrend, ez ugye a mediterrán diétának hívják, tökéletes, az hozzásegítette őt ahhoz, hogy minden korábbi szezonjánál jobb erőben legyen, jobban futballozzon, és jobb teljesítményt nyújtson. Igen, én azt hiszem, hogy itt talán kijön az, hogy az emberi tényezők. Tehát az, hogy elméletben a táplálkozás tudományról mit tudunk, ez nagyon fontos, az a beugró. De utána, hogy ezek az interpersonális kapcsolatok hogy alakulnak ki, és nyilván ezen focist esetében, amikor megtörtént ez a váltás, és ott találkozott egy nagyon jó felkészült szakemberrel, közöttük megvolt az a kapocs, amiről beszéltem, hogy bizalom. És elhitte, és nyilván a szakember meg valahogy oda tudott közel férkőzni hozzá, és itt nagyon fontos, hogy higgyünk egymásba. Ha ez működik, akkor hihetetlen eredményeket lehet elérni. Én azt látom, hogy itt nagyon-nagyon nagy jelentősége van a személynek. Tehát nem csak a szaktudásnak, hanem és az is végig is egy tudás, bocsánat, hogy azért azt az ismeretet én hogy adom át. Igen, erre akartam utalni, hogy hogyan létezik az, hogy az Internél dolgozó szakember ennyivel jobb, mint a Manchester Unitednél dolgozó. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert feltételezhetően ő azért nem minden emberrel tudott ilyen csodát csinálni. Egyébként lehet, és akkor kalapot előtte, de én is tudom, hogy ha megkapok egy csapatot, akkor abból a csapatból 3-4 olyan ember, aki egyébként is nyitott, és egyébként jön be külön, és azt mondja, hogy beszélgessünk már egy fél órát, mert mondjuk az előbb felvetett csillamag érdekli. És akkor elmondom, hogy erről mit lehet tudni, és vannak azok a kötelező körök, amikor a csapat jön, és akkor lemérem, és megbeszéljük az alapvetéseket, de magától soha nem írna rám, vagy hogyha vásárol, akkor nem kérdezi meg, hogy most akkor ezt vegyem, vagy ezt vegyem, mert egyébként ez napi szinten nyilván előfordul, és ennek örülök. Tehát, hogy mondom, engem sose zavarnak, mi azért vagyunk, hogy segítsünk, vannak helyzetek, amikor segítsünk, de ez személyiségtípus, meg az, hogy a belső motivációja milyen. Ebben az esetben szerintem egy szerencsés találkozás lehetett, hogy a felkészült szakember a stílusával és egy profi labdarúgó mit tudott kihozni? Hát mert az eszközeivel, tehát nekem ami megint csak döbbenetes, tehát hogy azt szintén Lukaku interjúkat olvasva, és itt ezzel kapcsolatban még kettő kérdésem megfogalmazódott, hogy hogyan létezik az, hogy ő először ott találkozott a shirataki tésztával, amit gyakorlatilag egy ilyen csodaszerként említett, ugye ez egy közel nulla kalóriás, eléggé speciális tésztafajta. Hát ez nagyon érdekes, mi is kísérletezgettünk, emlékszem, még Hajnal Tomival hoztuk be, hogy a tészta, ugye nagyon, hát spagetti bolognai nélkül nincs. Hát az muszáj, tehát
csapat sportoló labdarúgók muszáj. És akkor észre se vették, hogy egyébként már csicseri borsó tésztát esznek. Tehát, hogy ez ott bent ki lett cserélve, és akkor csicseri borsó tésztát esznek, nyilván jó magasabb fehérje tartalom, ilyesmi. Tehát, hogy ezek vannak. Mondom, én itt a szakembert látom ebbe a dologba, és hogy nem kell azt feltételezni, hogyha jön egy új játékos hozzánk, hogy akkor ezt ő tudja. Nyugodtan el lehet kezdeni az alapoktól, hogy beszélgessünk. Azért, mert profi, nem biztos, hogy ő egyébként ebben a képben van. Hogyha rácsodálkozik profiként, hogy egyébként a mediterrán diéta milyen érdekes, akkor jó, ezt vegyük tudomásul, de mert egyébként ez egy triviális dolog, és valóban. De hát, hogyha ő rácsodálkozott, akkor nem foglalkozott ezzel. Uh-huh. Vagy nem így foglalkozott ezzel. Tehát én szerintem ez egy szerencsés találkozás volt. Nyilván erre kéne, ebbe az irányba kell elmenni, hogy a személyes, az interpersonitás, az egyénre szabott étrend. Tehát mi ebbe hiszünk. Tehát az, hogy egy csapatstandardet megcsinálunk, az egy fontos dolog, mert legalább eszik, ugye? Mert hogy legalább a lehetőséget megadom neki, hogy mondjuk három jó dolog közül válasszon. Ez már nagyon jó, mert akkor valami keretek között van. Egyébként én a szabadságfokot a táplálkozásnál nagyon fontosnak tartom. Emlékszem, hogy talán 10 éve vezettem be azt, hogy bűnözés. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy Lukakunál is volt egy csaló nap. Igen, de hát nem tudom, azt gondolom, ezt tőlem vették át, de ezt a bűnözést, ezt tényleg nagyon régen bevezettem, és ezt úgy várják, mint a messiást a versenyzők, mert tudják, hogy ez nagyon változó. Ez nagyon változó, ugye attól függ, hogyha valakinél nagyon oda kell simogassam magam, akkor az egy nagyon megengedő vagyok, tehát ilyen mosolygó halál. Aztán, hogyha már látom, hogy jön az eredmény, és ő hisz ebbe a történetbe, akkor az is rófolunk a dolgokon. Viszont van az, hogy kifárad az ember mentálisan. Tehát hetente biztosan egyszer van bűnözés. Nagyjából az én fogalmam szerint a mi rendszerünkben a bűnözés az annyit jelent, hogy abba, amikor engedem neki, abba az időszakba, egy főétkezésnél járunk, ott bármit, bármennyit, és a harmadik, hogy ne tudjak róla. Jó? Tehát, hogy hú, de jól hangzik, de tényleg itt nincsenek keretek? Nincsenek. Igazság szerint, ha egy rendszerben benne van, a legnagyobb centereim is azt mondták, hogy hát doki, ez a 40 dekás steak, ezt kirendeltem, de nem ment. Hát mondom, én tudom, de rendelt ki. Tehát, hogy egy idő után azért átáll a szervezet, és ami előtte ment nagy sunggal, az nem feltétlen fog menni, de egy kell, tehát kell, kifejezetten kell az agynak, a léleknek, kicsit simogassuk. Pacal, stout sör, akármi? Hát az akármibe akármi. Azt szoktam mondani, karácsony, ugye ez egy érdekes téma, hogy akkor jaj, most mi lesz? Mondom, mert a házi süti, nagymama süti, stb. Egy dolog, hozzatok belőle. Tehát, hogy és akkor rendben van. Nem lesz bőtje ennek? Hát hosszú távon sem? Tehát ez, amit mondasz, hogy ez a lényeg, hogy egy rendszerben. Nem bőtje lesz, hanem folyamatossága lesz, nem engedi el. Hát ha megnézzük ezeket a divat diétákat, amelyek nem a sportolóknak szólnak, mi a probléma vele? Pont ez, meg a jó effektus, de erről rengeteg más mindenki beszélt, számokban mérhető. Épp tennap is rendelésen többször mondtam, hogy lehet csodákat elérni mindenféle csodaszerrel, meg egy hét alatt 10 kilót fogy, meg nem tudom mi. Egyrészt miből? Már nyilván izomból, és az meg eldobja a vizet. Tehát nagyon látványos a mérleg, az összetétel már nem. Összetétel már nem. A kisugárzás már nem. A tompultság, a tehát igen, látszik rajta, hogy mennyi fehérjét vízben, meg hogy... Persze, tehát alapvetően látszik, hogy egy abszolút nincs meg a balansz, és most, hogy csak a számokat nézem, akkor fú, de jó, hogy leadtad azt a 20 kilót, de teljes betegnek tűnsz. Tehát betegebb vagy, mint előtte. Tehát nem ez a cél. Nem az a cél, hogy egy pohár vizet ne tudja felemelni. Ugye most az élsportnál ez ki van zárva. Tehát ott, ahol teljesítmény kell adni, hogy energia kell, ez nem egy ilyen látványelem, hogy most a beachbody-m hogy néz ki, hanem hogy milyen teljesítményt adsz le. És de ez a bűnözés kategória, ez egy nagyon fontos dolog a táplálkozásban. Itt kettő irányba is mehetünk. Először akkor nézzük az alkohol kérdését itt a bűnözés kapcsán. Mennyire megengedett egy sportoló számára az, hogy alkoholt fogyasszon? Nem szeretjük. Akár rendszeresen? A rendszeresen azt nem. Egyébként ez is nagyon szépen kijön laborértékekből. Tehát, hogyha ilyet tapasztalunk, akkor azért beszélgetés van belőle. Viszont még mindig a legjobb szorongás oldó az alkohol, tehát, és közösségi.
Tehát azért az nem szokott előfordulni egy versenyzőnél, legalábbis az én praxisomban, hogy ő most egymaga otthon zúgivást csinál, mert ő pontosan tudja, hogy másnap nem lehet rá számítani. Azért is érdekes ez a kérdés, bocsánat, azért vágok közben, mert arról lehetett olvasni, arról lehetett hallani, és azért itt Magyarországon is szerintem a tapasztalat az közel volt ehhez, hogy mondjuk a 80-90-es évek Angliájában a játékosoknak közel 70%-a alkohol problémákkal küzdött. Hát alkohol, később drog, tehát hogy ezek jelen vannak. De azt mondom, hogy meg kell nézni az akkori leadott teljesítményt, meg kell nézni akkori sebességeket, paramétereket, amit most már tökéletesen tudunk ugye mérni és összehasonlítani, és a mostani teljesítményeket. Tehát egyre inkább, hogy is mondjam, rájön a sportoló magától, hogy az ő meghatározott életmódja az közvetlen kapcsolatban van a teljesítménnyel. Ehhez talán már mi se kellünk. De természetesen az edukáció nagyon fontos. És itt megint visszamegyünk akkor a középiskolába, meg az általános iskolába. Mert nyilván a deviancia, nyilván az, hogy az én kép, a testkép, hogy keresem, hogy az iskolában a közösség hova húz, de egyébként meg nem tudok részese lenni, mert megyek edzésre délől délután. Tehát abból való kiszakadás, esetleg kicsit a magányérzése egyéni sportolóknál, ez mind-mind, hogy is mondjam, egy picit olyan a szélére sodorhatja az embert. Siker, kudarc, feldolgozás. Valamilyen feldolgozás, így van. A siker ugyanúgy, így van. Tehát ugyanúgy, nem is tennék különbséget közte. Tehát ezzel foglalkozni és beszélgetni kell, de azt látom, hogy ha a rendszert elmagyarázzuk neki, felépítjük neki, és elmondjuk, hogy persze, hát csapatépítés, bocsánat, tehát azért felnőtteknél is csapatépítés, akkor kocintunk, sikernél kocintunk, bánatnál kocintunk, de ez belefér, a rendszeresség biztos, hogy nem. Van ebben egyébként olyan határ, amit te például szabsz akkor, amikor itt étkezési tervet tesz, vagy abban soha nem szerepel, csak legfeljebb ezen a bűnöző napokon igen, ott a lehetőség. Étkezési tervben nem szerepel, és nem szoktam. A bűnöző napokon ezt az alkohol, ez nincs opcióba. Uh-huh. Tehát az nem az van, hogy akkor bármit és bármennyit. Tehát az alkohol nem szerepel. Egyáltalán nem. Viszont vannak olyan helyzetek, olyan szeanszok, olyan események, amikor meg igen, lehet kocintani, és nincs vele semmi baj, mert egyszerűen kell és hat az emberre, ha neki szüksége van rá, de ilyet előírni nem fogunk. Ez főleg a csapatsportágokban van egy csapatépítés, akkor az bele kell férjen, de mondom, akkor is úgy, hogy azért el szoktam látni jó tanácsokkal, hogy egy adott mennyiség alkohol mennyi vizet fogyasszanak például. Itt egy kicsit kibővítve a kérdést, olyan a te praxisodban volt, hogy valakinél észlelted azt, hogy akár alkohol, akár drogfogyasztás miatt nem jönnek azok a számok, amiket? Volt. És ilyenkor mi a teendő? Volt. Hát ilyenkor elsőként a sportolóhoz mész, vagy az edzőhöz? Én igen. Elsőként a sportolóhoz mentem, több ilyen eset volt. Nem azt mondom, hogy számos, de több is, és volt meglepő is, tehát több sportolón is fordult elő. Mi az, amitől ez kibukik egyébként? Hát drogteszt. Meg a laboratóriumi, amik a máj funkciók. Ja, tehát a máj funkciók azok, hát amik egyértelműen árulkodó. Az egyértelműen árulkodó. Egyébként lehet, hogy nálam sokkal hamarabb észrevesz az edző. De teljesítményben például hát van olyan, amit akár így szemre azt mondod, pont hogy... Pont így. Aha. Uh-huh. Koncentráltság például, nagyon egyszerű. Tehát én mindig azt mondom, hogy ezek fejbe dőlnek el. Tehát, hogy ő kimegy oda, és akkor jó, megivott két kávét, és akkor ugyanúgy toljuk tovább. Nem. Nem, nem. Sokkal, sokkal többet fog hibázni, nagyobb a sérülés veszély, nyilván emiatt. Nem csak az ő saját sérülése, hanem a sérülést okoz. Mert hogy ez mind koncentráció. A pihentség ugye nyilván egy alkoholfogyasztás után az alvás minősége nem olyan. Gyorsan elalszunk, de rosszul alszunk. Tehát, hogy ez, és másnap nincs meset, ott az edzés. Tehát, hogy ilyen ez nem fordulhat elő. Egy másik függőségre térek át, ez pedig, hát egy kicsit úgy fogalmaznék, hogy talán a testképzavar és az ehhez kapcsolódó nagyon sok olyan dolog, ami szintén szerintem nem csak a hétköznapi életben, hanem a sportban is beszivárgott. Amit mondtam, hogy mennyivel szálkásabbak a futballisták, azzal kapcsolatban szerintem azt is meg lehet fogalmazni, hogy mennyivel több az egyébként kisportolt, kidolgozott testű sportoló, és a focisták között is értelemszerűen, és sok esetben beszélgetve velük, és ismerve nagyjából ezt a közeget, azt érzem, mintha ebben lenne egy kicsi verseny, és egy kis addikció is, hogy még többet, még jobban, még nagyobb mellizmok, igen, még nagyobb bicepszek. Igen. Abszolút jól látod a kérdést, összetett. Alapvetően oda visszakanyarodnék, hogy én a labdarúgást egy küzdősportnak tekintem,
ahol fizika uralkodik. Tehát ahhoz, hogy nagyobb sebességgel, nagyobb az induló sebességem, megállok, megint beállok, kontaktálok, ehhez egyre nagyobb erő kell, egyre nagyobb izomzat kell, specifikum kell. És ezért ez egy elvárás, és gyakorlatilag adaptálódik a szervezet ezekhez a fizikai körülményekhez. Izomra csak annyira van szükség, amit funkcionálisan felhasználunk. Az összes többi, amiről beszélsz, hogy most így emelizom meg úgy ez a beach body, így szoktam fogalmazni, erre nincs szükség. Hogyan tudod elmagyarázni? Hát ezt úgy tudom, hogy Doki, nekem ez így nem elég. Tehát ezt úgy szoktam elmagyarázni, hogy van egy autóm, egyedül ülsz, és ez nagyon jó az autó, és egy nagyon jó fogyasztása van, és beültesz mellé még 4 elefántot, és akkor a nagyon jó fogyasztású kocsiból kétszer akkora fogyasztású autó lesz. Tehát alapvetően, és romlik a teljesítménye, romlik a gyorsulása. Tehát bocs, hogy most egy autó példát hoztam, de most közegfüggő. Lehet, hogy vízilabdásának nem jó, de hát én mostanában vagyok, és sokkal több nőt tudok felszedni. Ez igaz, ez nagyon jó, de hát ez nem biztos, hogy mondjuk egy labdarúgást ebben mérik. Igen, csak itt ugye pont azokat a mentális tényezőket emeljük ki, amik mondjuk hozzájárulnak ahhoz is, hogy ki hogyan dönt arról, hogy akkor rajta marad egy úton, vagy sem. Igen, ez nagyon érdekes, mert hogyha elindul ebbe csak a test szobrászat irányába, hogy én hogy nézek ki, mint nézek ki, egy idő után már másodlagossá válik a teljesítmény, az adott sportág specifikus teljesítmény. Ezt viszont nagyon gyorsan az edző azért érzékeli, nagyon gyorsan. Az első, hogy nem rakja be a kezdőcsapatba. Aztán egyre kevesebb szerepet kap, és ezt ő, hát szóval őnek ez a munkája, ez a munkahelye, ezért kapja a fizetését, ez azért gyorsan le lehet követni. Én ebbe ez a testszobrászat, ami nem a sportágokhoz kapcsolódó, ebbe jó szoktam mosolyogni, de ezt el kell engedni. Tehát, hogyha nálam mondjuk egy vízilabdacenter most ebbe a helyzetben, amikor sorozat versenyterheléseink vannak, különböző fronton, ugye tudjuk, és még válogatott szinten is, ez egy borzalmas nagy pszichés és fizikai tűrőképességet igényel, hát nem most kezdem róla leszedni azt az esetlegesen plusz, nem tudom, 5 kiló zsírt. Tömegnek egyébként arra szükség van, mert az a specifikuma annak a centernek. Ha az most, jaj, de hát közeledik anyát, csináljunk valamit, ezt meg se hallom. Tegnap se hallottam meg. Tehát nem érdekel. El lehet fedni megfelelő táplálkozással doppingolást? Hát mondjuk, hogy nem. Mondjuk, hogy nem. Vagy tényleg? Hát ez egy összetett kérdés, mert nem mindent lehet kimutatni. Uh-huh. Tehát nyilván nem mindent lehet kimutatni. Én abban hiszek, hogy beszélgetni kell egy kicsit velük, hogy például ilyen alapvető kérdés, hogy szerinted miért tiltott? Ez egy hóbort? Vagy pedig ennek van valami logikus magyarázata, ami esetleg téged véd? És hogy hidd el, hogy ha te tehetséges vagy, és jó az edző, és jó a stáb, és te fejbe kész vagy arra, hogy olimpiai bajnok legyél, akkor ezt anélkül is meg tudod valósítani. Nyilván jön a következő kérdés, igen, de hát mellettem mindenki ezt csinálja, az ellenfél, és akkor ez egy jogosulatlan előny. Mondom, nem baj. Mi menjünk a mi útunkon, nézzük meg, mit tudunk maximálisan kihozni, és lehet, hogy az olimpia után 3 év múlva rakják majd az aranyat a nyakadba. Vagy 5 év múlva. Na és akkor itt jön egy érdekes kérdés, és ez már tényleg nem az árnyoldal, hogy mennyiben különbözik a bizonyos időszakokban, a bizonyos edzés szakaszokban a táplálkozás? Mert nyilvánvalóan most itt azért könnyű átkötni itt a dopingról például erre a témára, mert teljesen más az, amikor az ember versenyidőszakban van, teljesen más az, amikor alapozni kell. Igazából a kérdés maga arra vonatkozik, hogy neked ezáltal mennyire összetett a munkát, hogy folyamatosan különböző sportolókkal, különböző időszakokban kell tevékenykedni. Igen, szerintem akkor tudunk eredményesek lenni, hogyha azért tisztában vagyunk egyes edzéselméleti kérdésekkel, és nagyon együtt tudunk dolgozni a sporttudományi szakemberekkel. Tehát föl kell építeni a szezont. Máshogy működik labdajátékosoknál egyébként, máshogy működik egyéni sportágaknál, és itt is borzasztóan fontos például a versenyző és az edzőnek a hozzáállása. Nekem tényleg szerencsém van, mert hát ilyennel olyannal is dolgozom. Sokszor én válogatom meg, és sokszor azért nem tudok utána velük együtt dolgozni, mert nem látom azt, hogy érdemes a befektetés. Tehát nem látom azt, hogy ő személyiségileg erre kész, akkor azt el kell engedni. Tehát akkor nincs értelme, mert nem akarok más tehetségtől elvenni esetleg időt. Viszont tényleg szerencsém van, nekem nagyon sokszor van olyan konzultációm, egyéni sportágoknál, kajakosoknál például, kenusoknál, hogy ott ül bent az edző is. És együtt tudjuk felépíteni, mert nekem olyan kérdéseim vannak, hogy meddig tart az alapozás,
Mikor lesz az első fittségi felmérése, fizikális felmérése? Mikor mennek először vízre nagyjából? Mikor lesz az első válogató? Mikor lesz az első olyan verseny, amire biztosan csúcsformát kell garantáljak? Azt mennyi idővel követi a következő, tehát tudjuk tartani, vagy ő maga is még, az edző úgy dönt, hogy de lesz benne egy kis alapozás még, mert mondjuk elhúzott, például lásd atlétikát. Meg volt a fedett pályás rész, és utána mondjuk Mártanit esetében, ott akkor mindig meg kell határozni, hogy akkor lesz esetleg egy újabb alapozás, vagy pedig fönntartjuk, és akkor elmegyünk különböző versenyekre még a világba. Vagy pedig már azért itt lebeg a világbajnokság, az atlétikai világbajnokság, ami azért itt lesz nálunk, és akkor inkább most már arra fókuszálunk. Tehát ezeket föl kell építeni, ezek nem az én döntéseim, tehát én már ezt egy kész tervet kapok, és ez alapján kell meghatározni a specifikus felkészítését, és szakaszokból áll a sporttáplálkozás ilyen szempontból. És akkor egy dolgot nem is emeltem még ki, például a vallási előírásokat. Tehát egy ramadán folytató muszlimmal, vagy egy húsvéti böjtöt folytató keresztényel. Igen, és az ugye sok van. Úgyhogy ezeket figyelembe kell venni, de szerencsére a ramadán ez egy nehéz eset, ilyen szempontból tiszteletben kell tartani. Igen, ott kell pótolni. Ott ugye az a lényeg, hogy utána ne egy ilyen falánkság legyen, hanem egy szépen felépített dolog, hiszen utána az viszont az edző nem veszi figyelembe, hogy másnap bocs neked most, és az egy elég sokáig tart. A húsvét esetében egyébként én nem tartok tőle ettől a böjt kérdéstől, mert mindenre van alternatíva. Ez azért egy érdekes kérdés, mert majdnem minden vallási irányzatnak egy viszonylag fontos eleme a böjt. Igen, hát ez, hogyha megnézzük, hogy a böjt hogy alakult ki, vagy miért alakult ki, ennek van egy abszolút egészségfejlesztő hatása. Másrészt, tehát akkor hiszel a böjtnek a pozitív hatásában? Van pozitív hatása is. Attól függ, hogy csináljuk. Tehát, hogyha csak azt a részét nézzük, hogy mi az, amit nem szabad, mi az, ami tiltó lista, de azon nem gondolkodunk el, hogy ezt egyébként hogy lehet pótolni más összetevőkből, akkor ez nem jó. Akkor az nem jó, és utána ráadásul én egész közeli ismerettség is van, amikor már vágja a centiket, mint a katonaságnál, hogy még hány nap van belőle hátra, és akkor na, akkor most aztán viszont jön az aba. És akkor viszont tényleg a kilós sonka és a 18 tojás egyszerre. Tehát ez borzasztó, tehát ez pont nem így kell csinálni. Tehát, hogyha föl van építve, akkor persze hiszek benne, tehát ebben nincs semmi gond. Ráadásul én ez a csak hús, vagy nem csak hús, vagy egyáltalán nem hús, ezekbe a kérdésekbe, megint én valóban ezt a mediterrán vonalat képviselem, tehát a vegyes táplálkozás, de nagyon magas növényi bevitellel. Versenynapom? El lehet rontani bármit, hogyha addig jó voltál? Nagyon el lehet rontani. Tehát elég, hogyha egy napot rosszul táplálkozol, és akkor hát oda az egész olimpiai szereplés megadnak. A versenynapi táplálkozás, vagy a verseny előtti napi táplálkozás az egy katasztrofális következményekkel járhat, hogyha azt nem beszéljük át. Van, amikor úgy jönnek, hogy hát képzeljem el, hát az volt, és akkor ő csak megivott még valamit előtte, mert ugye az, mit tudom, energiát ad, nyilván neveket nem mondhatok, és hát gyakorlatilag a futam felétől nem emlékszik semmire. Nyilván olyan is van, amikor mi rontjuk el. Ugye erről nem beszéltünk még. Tehát azt szoktam mondani első alkalommal, amikor jönnek hozzám, hogy én első... Ez fel sem merült bennem azért, hát, nem kérdeztem. Kritikus vagyok egy kicsit. Első alkalommal, ami jön hozzám, akkor nem tudok jót írni, törekszem rá, de az meg kell ismerjem. Első alkalommal nem is készül étrend, mert egyszer nem tudunk oda eljutni egy órás beszélgetés alatt. Másik, harmadik alkalommal már azt mondom, hogy közelítünk folyamatos kontrollmérésekkel, de a verseny és a verseny előtti nap, és ugye ez is nagyon sportás specifikus, ugye vannak azok a versenyek, ahol például súlyra kell beállni. És a szombati megméretetés előtt én gyorsan mérlegelek. És most megvan mennyit. Föntről jöttem le, vagy alulról hoztam föl? Mennyi erőm maradt, mennyi idő van a visszapótlásra, és azt hogy tudom mondjuk két napon keresztül megtartani? És most ezt csak éppen ezt mondtam, de ugyanúgy a kajakosoknál, az atlétáknál. Hát ugye te hosszú távokat futsz, és futottál. Ott is. Hogy pótlom az energiát? Ha túl bekajálok, akkor abból egy komoly probléma lesz. Ha mondjuk egy hajnali, milyen fontos a reggeli, anélkül nem lehet elindulni, nagyon jó, nézzük meg az úszókat, teleraktam mindennel, az első bukófordulón lötyök benne, esetleg visszajön, tehát nincs értelme. Tehát itt meg kell határozni azt, hogy mi az, ami benne marad, hasznosul, és ami nem, arra nincs szükség. Milyen fontos a rost, mindig mondom. De hát mondjuk pont egy rostdús táplálkozás mondjuk egy versenynapon nem igen szerencsés dolog, hiszen egyébként is mentálisan egy kicsit föl vagyok pörögve, izgulok, van egy pici hasmenés, hát a rost arra rá tud segíteni.
Tehát ott azért történhetnek meglepetések, mondjuk. Láttunk olyan olimpiát, hogy triatlonosoknál, hogy azért jött ott minden. Igen. Azzal, amit az előbb mondtál, azzal földobtál egy olyan labdát, amit mindenképpen még le kell csapnom. Volt olyan, amikor azt gondoltad, azt nézted, itt akár az eredményeket, akár egyéb dolgokat, hogy ez félrement? Volt. Ebből kell tanulni. Volt. Hát nagyon érdekes volt, mert az egyik úszomnál, most is éppen bajnok, volt, hogy azt mondta, hogy hát alapvetően nem tudja, hogy biztos kellett volna ennyi ebből a valamiből, amit megitattam bele, mert hogy már rajtkönnél újra megett, hogy igazán nem tudott mire figyelni, és a felénél eltűnt minden. Tehát megszűnt a bal is a jobb, tehát hogy na most akkor hogy tartom be az edző utasítást, amikor igazán, minthogyha kiragadtam volna egy másik dimenzióba, beért, egyébként megnyerte, de utána vissza kellett nézni, mi történt vele. Tehát ott azt lehet, hogy egy picit túltoltam, és akkor ebből tanultam. Volt, persze. Még egy utolsó kérdés, itt rád vonatkozóan gondoltam, hogy fölteszem ezt a kérdést, de látom, hogy majdnem szükségtelen. Tehát, hogy ismerek olyan tüdőgyógyászt, aki ettől függetlenül elszív egy napi doboz cigarettát. Te nem vizet prédikálsz és bort iszol, ugye? Hát azért szeretem, hogyha én hiszek a mintakövetésben. Tehát, hogy ha valaki Szegeden, mit tudom én, péntek reggel kimegy a Tiszapart, akkor lehet, hogy találkozik velem. Az, hogy mekkora tempóba futok, azt inkább hagyjuk, de hogy tudom, hogy kell futni, és szükséges, az biztos. Mindig meg szokták kérdezni tőlem, hogy de és akkor otthon ilyen teljesen kotából főzünk, sütünk a feleségemmel, van három gyerek. Én azt mondom, hogy nem. De az alapvető dolog, nekem egy jó érzés, amikor reggel megkérdezem a gyerkőcöket, hogy mit kértek, és mondjuk a dominánsan azt mondják, hogy kefir és zab. És nem azért, mert az volt a fejüknél, és csak az lehet, hanem egyszer így alakítottuk ki. De ebbe hogy ne férne bele más? Tehát belefér a vegyes dolog, és nyáron meg fagyizunk, és isteni sütiket tud sütni a feleségem. Ezért szoktam azt mondani, hogy ha ilyen közeg van a sportolóimnak, akkor nyugodtan hozhatják a küszöbre karácsonykor, mert ezeket mi megesszük, ha ők nem is. Péter, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nektek pedig azt, hogy ezt megtekintettétek, hogyha még nem iratkoztatok fel a csatornára, akkor tegyétek meg, és mondjátok el a véleményeteket kommentekben. Sziasztok!